Ma hozza nyilvánosságra Brüsszel a javaslatát a Magyarországnak járó pénzekkel kapcsolatban, a kormány megállapodásra számít. Egész Európát sújtja az energiaválság, Párizsban utcára vonultak a hentesek, mert már nem tudnak megélni. Újabb két gyanúsítottat fogott el a szerb rendőrség a múlt heti horgosi lövöldözés után, továbbra is nagy a készültség a környéken. 560 nehéz sorsú gyermek nézhette meg a diótörőt a RAM színházban, a kormány állandó ösztöndíjjal is segíti a rászoruló gyermekeket. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben az M1-en és a Dunai Józsanet vagyok. Ma hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság a javaslatát a Magyarországnak járó uniós pénzekkel kapcsolatban. A nyári tárgyalás sorozat eredményeként 17 feltételt támasztott a bizottság, amelyeket Magyarország már teljesített. Azóta újabb feltételt is megfogalmaztak. A kormány arra számít, hogy a megállapodást még idén aláírhatjuk, az uniós pénzek utalása pedig jövőre megkezdődhet. Most várjuk, hogy a november 30-án esedékes bizottságülésen döntsenek. Még múlt héten a kassai V4 csúcson mondta ezt Orbán Viktor az EU-s pénzekkel kapcsolatos megállapodásról. A miniszterelnök emlékeztetett, Magyarország a megígért 17 vállalást a határidőig teljesítette. Brüsszel viszont már egy újabb 18. feltételt is támasztott, amit szintén teljesíteni fog, szögezte le a kormányfő. Elismerik a magyar kormány erőfeszítéseit. Az Európai Bizottság elismeri Magyarország erőfeszítéseit, és nagy előrelépés, hogy az operatív programokat és a helyreállítási tervet valószínűleg jóvá hagyják. Erről beszélt Navracsics Tibor az M1-nek. A területfejlesztési miniszter hozzátette, ha az év végéig sikerül lezárni a tárgyalásokat, jövőre már érkezhetnek az uniós pénzek. Számunkra különösen fontos, lehetővé válna az, hogy aláírjuk a partnerségi megállapodást az Európai Bizottsággal, azaz a kohéziós pénzekhez hozzáférjünk, és egyúttal az újjáépítési tervet is jóvá hagyná decemberben a tanács, a tagállamok minisztereinek döntéshozó testülete, aminek következtében megvalósulna az a célkitűzésünk, hogy az év végéig le tudjuk zárni a tárgyalásokat, a forrásokat illetően, és a jövő évtől kezdve tudnak jönni az Európai Uniós források. És úgy tűnik, a megállapodásnak jó esélye is van. Erről már a közmédia brüsszeli tudósítója beszélt reggel. Baracka Eszter úgy fogalmazott, a magyar helyreállítási terv elfogadása az időszűke miatt is szükséges, hiszen ha nem lenne megállapodás az év végéig, akkor ezek a források elvesznének. Nem kevés pénzről van szó. A teljes összeg, ami Magyarországnak jár ebből a keretből, 5,8 milliárd euró. A forrásvesztés tehát úgy fest, hogy elkerülhető. És ezt erősítette meg a Nézőpont Intézet elemzője is. El is fogja fogadni még idén, ami azért fontos, mert valóban ugye egyrészt forrásvesztéssel járna, hogyha ezt nem fogadnák el, de azért azt tegyük hozzá, és erről talán kevesebbet szoktunk beszélni, hogy azért az az Európai Uniónak is egy presztízsveszteség lenne, hogyha az egyik tagállamával nem tudna megegyezni. 5,8 milliárd euró, tehát nagyjából 2300 milliárd forintnyi vissza nem térítendő összegről írhat alá megállapodást hamarosan az unió vezetése és a magyar kormány. Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője hangsúlyozta, ezek az uniós pénzek járnak Magyarországnak, azok visszatartása leginkább a politikai zsarolás kategóriájába tartozik. Ez a pénz ez nem adomány, ez Magyarországnak egy jogosan járó forrás, amit azért kap, mert mondjuk betartja az Európai Unió gazdasági és termelési szabályait, mert mondjuk az egyetemeket összehangolta, mert mondjuk befizet a közös költségvetésbe, mert mondjuk a közös piacot biztosítsa a többi tagállam számára. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ezek a források ezek járnak Magyarországnak. Az Európai Bizottság döntése ma még nem válik jogerőssé. Az unió pénzügyminiszterei a korábban jelzettnél később, december 12-én dönthetnek a magyar helyreállítási terv jóváhagyásáról. Hétfőn lép életbe az Európai Unió olajembargója Oroszországgal szemben. Magyarország felmentést kapott a szankció alól Szlovákiával és Csehországgal együtt, mert földrajzi helyzetünk miatt csak csővezetéken kapjuk a nyersanyagot. Az M1-en nyilatkozó szakértő szerint, ha Oroszország képes lesz az Európának szánt kőolajat máshol értékesíteni, akkor a brüsszeli szankció értelmét veszti. Ráadásul Moszkva már többször egyértelművé tette, ha Európában energiaársapkát vezetnek be, akkor biztos, hogy leállítják az olaj és a gázszállításokat is. Megszokott életét éli a Dunai finomító, jönnek és mennek a tartálykocsik. Ez azt jelenti, hogy működik a Barátság 2 olajvezeték, folyamatosan érkezik az uráli típusú nyersanyag.
És ez várhatóan így lesz a jövő héten is, amikor életbe lép a 6. szankciós csomag, ami megtiltja a nyersolaj és egyes kőolaj termékek behozatalát Oroszországból az Európai Unióba. De átmeneti kivételt biztosít a csővezetéken érkező kőolaj esetében azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek földrajzi helyzetük miatt nem rendelkeznek más lehetőségekkel. Így Magyarország, Szlovákia és Csehország is mentesül a szankció alól. Valószínűsíthető, hogy jelentősen átalakítja a globális energiaellátást. Ezt mondta az olajembargóról a Századék energetikai és klímapolitikai üzletág vezetője az M1-en. Hortai Olivér szerint két kérdés is felmerül ennek kapcsán, így hogy Brüsszel képes lesz-e pótolni a kieső urali típusú olajat, hiszen korábban az unió éves kőolaj szükségletének a negyedét Oroszország szállította, illetve az is fontos, ha sikerül a kieső mennyiséget pótolni, akkor azt milyen áron? A szakértő szerint, ha Oroszország képes lesz az Európának szánt kőolajat máshol értékesíteni, akkor a brüsszeli szankció értelmét veszti. Ráadásul a Kreml már azt is bejelentette, ha Európában elfogadják az energia ársapkát, akkor biztos, hogy leállítja az olaj mellett a gázszállításokat is. Ha ez a forgatókönyv következik be, akkor az Európai Unió mindennél drágában juthat az energiahordozókhoz. A szakértő arról is beszélt, hogy Magyarország átmeneti mentességet kapott ugyan, de ezt később Brüsszelben megváltoztathatják. Ez valóban egy folyamatos veszély Magyarország esetében. Átmeneti mentességet kaptunk, igaz, ezt az átmeneti mentességet nem kötötték határidőhöz. Úgyhogy az olajembargó esetében is, és vélhetően az olajársapka esetében is az a helyzet áll fönt, amit egyébként a más energetikai szankciókban is láthatunk, hogy egy folyamatos küzdelem áll elő, ahol hétről hétre Magyarországnak meg kell, hogy védje a saját pozícióját és a saját álláspontját. Az olajembargó hétfőn lép életbe, aminek azért is van jelentősége, mert egy nappal korábban az orosz miniszterelnök helyettes találkozik Szaúd-Arábia energiaügyi miniszterével, és szakértők szerint könnyen előfordulhat, hogy a két állam és később a nagyobb olajkitermelő országok is összehangolják stratégiájukat az olajkitermeléssel, illetve szállításokkal kapcsolatban. Mivel az amerikai készletek is kimerülőben vannak, több ottani elemző is felveti, hogy exportkorlátozásokat kellene bevezetni. Mindezek még nehezebb helyzetbe hozhatják az Európai Uniót. Magas energiárak, bizonytalanság az energiaellátás területén és egekbe szökő infláció, ezek okozzák a legnagyobb problémákat jelenleg Franciaországban. A kormány a környezetvédők tiltakozása ellenére újra üzembe helyezték az egyik szénerőművet, ugyanis az atomreaktorok műszaki problémái miatt bizonytalanná vált az ellátás. Közben a francia hentesek is utcára vonultak, ugyanis az elszabadult energiárak miatt veszélybe került a megélhetésük. Hentesek vonultak a francia parlament elé, hogy így tiltakozzanak az egekbe szökő energiaárak miatt, és pénzügyi segítséget kérjenek a kormánytól. Egyenesen a csőd felé tartunk, ha hamarosan nem történik semmi, sok kollégának vége lesz. Katasztrofális, ami történik, a kormánytól kérünk segítséget. Emelkedik a húsára, a csomagolására, nem emelhetjük tovább az árakat pusztán azért, hogy ki tudjuk fizetni a villanyszámlákat, mondta az egyik hentes. A francia kormány októberben ígéretet tett arra, hogy többet tesz a kisvállalkozások védelmében a megugrott energiaárakkal szemben. De egyes tüntetők szerint gyors segítség kell, mert a megélhetésük forog kockán. Korábban évi 17 ezer eurót költöttem villanyra, most 52 ezer eurós számlával kell szembenéznem. Ez hatással lesz a pénzügyi eredményünkre, ami miatt beruházásokat kell elhalasztanunk. Nem tudom, hogy mi a megoldás, a semmiért dolgozunk, mondta egy másik hentes. Az elmúlt időszakban egymást érték a megmozdulások Franciaországban. Októberben például Párizsban 140 ezer ember vonult az utcákra. Többek között azt hangoztatták, hogy a francia államfő energiapolitikája káoszba taszította az országot, és sérelmezték, hogy Emmanuel Macron elnök nem a saját polgárai megélhetési gondjaival foglalkozik, hanem az Ukrajnának ígért fegyverekkel. A kialakult energiaválság miatt közben ismét üzembe helyezték a kelet-franciaországi Szetevoltban található szénerőművet.
A francia kormány még szeptemberben döntött az ország utolsó két szénerőművének újraindításáról az energiaellátási kihívásokra hivatkozva. Az erőművet üzemeltető vállalat műszakvezetője szerint középtávon, még ha környezetszennyező is, szükség van a szénerőműre. Egyáltalán nem vagyok klímaszkeptikus, ismerjük a szénerőmű negatív hatását, de ennek ellenére egy szükséges rossznak tartjuk. Óriási mennyiségű energiát termel, amire szükségünk van, mondta a műszakvezető. Néhány napja az energiaellátás biztonsága érdekében Franciaország és Németország megegyezett, hogy a téli hónapokban szükség esetén kölcsönösen kisegítik egymást. A villamosenergia területén Németország vállalta, hogy Franciaország téli áramellátásának biztosítása érdekében a lehető legnagyobb mértékben növeli az átviteli kapacitást a két ország áramellátó rendszerei között. Cserébe Párizs növeli németországi földgáz exportját. Franciaország ugyanis a Közel-Keletről és Afrikából is importál gázt, amelyet tovább tud adni a német fél számára. Szlovákiában a szokásosnál szerényebb lesz a karácsony a csaknem 15%-os infláció miatt. A lakosság ugyanis spórol az ajándékok és az élelmiszerek vásárlásakor is. Egy felmérés szerint 10 szlovákiai háztartásból 6 egyre inkább elszegényedik. Az önkormányzatok eközben a karácsonyi díszkivilágításon takarékoskodnak. Kassáról Gallai Nagyemese jelentkezett. Az önkormányzatok költségvetésében jelentős érvágást jelent az energiaárok ugrásszerű emelkedése. Emiatt a településeken idén energiatakarékosabb lesz az ünnepi kivilágítás. Tulajdonképpen a fővárosban is szerényebb a karácsonyi díszítés, és csak vízkeresztig tart, tehát egy hónappal korábban kapcsolják le. Itt Kassán sem engedték el a főutca díszítését, kivilágítását, de ehhez kizárólag ledizzókat, illetve alacsony energiafogyasztású füzéreket és díszeket használtak. Szlovénia felkészült arra az esetre, ha esetleg hosszabb áramszünet sújtaná az országot. Ebben a helyzetben a háztartások szembesülnének a legtöbb gonddal. A Ljubljanai Egyetem javaslatokat is megfogalmazott, amelyekkel még hatékonyabbá lehetne tenni a felkészülést. Lendva Magyar Lovrics Mirjana. Néhány ajánlást tettek arra vonatkozóan, hogyan lehet növelni a társadalom ellenállását egy esetleges e-armageddonnal szemben, növelni kell az ország árammal való önellátását, az intézményeknek fokozottan fel kell készülniük az áramkimaradások forgatókönyvére, a lakosságot pedig ösztönözni kell az áramfejlesztők vásárlására, illetve a klasszikus fatüzelésű berendezések megőrzésére. Szerbiában az áram 8, a gáz 11%-kal drágul januártól. A kormány ezért továbbra is spórolásra kéri a fogyasztókat. Októberben egyébként 11%-kal csökkent az áramfelhasználás az egy évvel korábbihoz képest. A gázfogyasztásnál azonban már nem ilyen jó a helyzet, még a tartalékokhoz is hozzá kellett nyúlni. Újvidék, Pető Attila. Itt már inkább kritikák érték a polgárokat, ugyanis már a novemberi hónap folyamán jóval több gázt használtak, mint szerették, mint ahogyan azt a kormány előre látta volna. Hozzá is kellett nyúlni a kormánynak a tartalékokhoz, 7%-át a tartalékoknak el kellett használni a Szerbiának, ugye eddig, ezt mondta Alexander Vučić szerb elnök, hozzá kellett nyúlni a Magyarországon tárolt földgázhoz is. Újabb két gyanúsítottat fogott el a szerb rendőrség a múlt heti horgosi lövöldözés után. Két marokkói férfinál találtak több száz hamisított okmányt, és átszámítva több millió forint készpénzt is. Az embercsempészet virágzik itthon csak tegnap, 8 bűnözővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek. Volt olyan, aki mozgó autóból ugrott ki, amikor a hatóságok igazoltatni akarták. A Nemzeti Nyomozóiroda pedig egy szegedi családot fogott el, kiderült róluk, hogy egy teljes embercsempész hálózatot működtetnek. Itt a rendőrség! Leszólító! Egyetlenül! Felmerkézzel jöjjön ki! A készenléti rendőrség nyomozói veszik körbe ezt a családi házat, embercsempészekért érkeztek. Egyiküket a földre teperik és megbilincselik, így vezetik ki a szobából.
Kiderült ugyanis, hogy a szegedi család migránsoknak segített eljutni az osztrák-magyar határig. Az illegális bizniszben az apa, két fia és egyikük élettársa is benne volt. A bevándorlókat kocsival csempészték át az országon, általában úgy, hogy egy másik autó is haladt előttük. Neki az volt a feladata, ha rendőrökkel találkozik útközben, azonnal jelezzen a mögötte haladó sofőrnek. A családnak köze volt egy Pest megyében és egy Bács-Kiskun megyében elfogott embercsempészhez is. Tavasszal az M5-ös autópályán Inácsnál bukott le egy sofőr, aki 8 migráns szállított. Kiderült, akkor a bandavezér egyből riadót fújt, és értesítette a társait, hogy tüntessenek el minden bizonyítékot, amely a rendőröket elvezeti hozzájuk. Nyáron pedig szintén az M5-ös autópályán fogták el a főszervező öccsét és társát, ők azóta is letartóztatásban vannak. Idén eddig már mintegy 1800 embercsempészt fogtak el a magyar hatóságok. A bűnözők egyre bátrabbak, kedden délelőtt az M1-es autópályán Nagy Szent János közelében akartak megállítani egy sofőrt a rendőrök, amikor ő kiugrott a mozgó kocsiból, amely tovább gurult, majd egy fának csapódva megállt. Kiderült, hogy az embercsempész 14 magukat szír állampolgárnak valló migráns szállított. Többen megsérültek, a 22 éves moldáv embercsempészt elfogták. Bár tudják, hogy nagy a lebukás veszélye, a migránsok továbbra is elszántak. Ezek a férfiak is éppen a következő határátlépési kísérletüket szervezik Belgrád központjában. Azt mondják, mindegy mennyibe kerül, csak juttassák el őket az Európai Unióba. It's my second time that I came here. Másodszor vagyok itt a parkban, a tervem az, hogy eljussak egy másik országba, talán Németországba mennék, mondta egy afganisztáni férfi. De nem csak a lebukás jelent veszélyt, a szervezett bűnözés is egyre inkább jelen van az embercsempészek között, akiknél most már a legtöbbször fegyver is van. A leszámolások rendszeressé váltak a határ szerbiai oldalán, a múlt heti horgosi lövöldözésben is többen megsérültek. A szerb hatóságok azóta is nyomoznak az ügyben. Legutóbb két magát marokkóinak való férfit fogtak el, kiderült, több embernek is segítettek illegálisan átjutni a határon. Elfogásukkor a rendőrök több mint 200 hamis személyi igazolványt, több száz ismeretlen eredetű kártyát, pecsétet és 9000 eurót, átszámítva több mint 3 millió 600 ezer forintot találtak egy romos, lakatlan házban Horgoson. Az Európai Bizottság támogatja a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítás segítő uniós források lehívását lehetővé tevő magyar terv elfogadását. Ezt nem sokkal ezelőtt jelentették be Brüsszelben. A döntés 5,8 milliárd euró, vagyis mintegy 2300 milliárd forint visszanemtérítendő támogatás felhasználását teszi lehetővé Magyarország számára. Amint további részletek kiderülnek, azonnal mondjuk itt az M1-en. Ma kezdődik a 2016-os brüsszeli terrortámadások pere. 6 évvel ezelőtt az iszlám állam öngyilkos merénylői 3 pokolgépet robbantottak fel a belga fővárosban. 32-en haltak meg, több százan megsérültek, köztük magyarok is. A tárgyalások várhatóan nyárig elhúzódnak. Ezt a tárgyalótermet jelölték ki Belgium történelmének eddigi legnagyobb bírósági tárgyalás sorozatára. A 2016-os brüsszeli terrortámadás 10 vádlottjának büntető perére. A vádlottak padján ül majd a 2015-ös párizsi terrortámadások egyedül életben maradt elkövetője, Salah Abdeslam is, aki idén júniusban már életfogytiglani börtönbüntetést kapott Franciaországban. A párizsi bíróság után most a brüsszeli esküdtszék hozhat ítéletet a férfiról, akiről azt feltételezik, hogy a brüsszeli támadások szervezésében is szerepe volt. 2016. március 22-én, nem sokkal reggel 8 óra után öngyilkos merénylők 2 bombát robbantottak a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér várójában. Az iszlám állam dzsihadistái fél órával később egy harmadik bombát is felrobbantottak, ezúttal már a belvárosban, a Malbik metróállomásnál. Összesen 32 ember vesztette életét a merényletekben. A több mint 300 sérült között 2 magyar is volt. Belgiumban a terrortámadást követően a legmagasabb fokú riasztást rendelték el, és napokra leállt az élet. Az eredetileg októberre tervezett tárgyalásokat a NATO egykori brüsszeli főhadiszállásán tartják. A halasztásra azért volt szükség, mert a szigorú biztonsági előírások szerint fallal elválasztott, védett fülkékben elhelyezett vádlottak ügyvédjei panaszt tettek embertelen bánásmód miatt. Szerintük bármilyen bűnnel is vádoljanak valakit, állatként, ketrecben senkit nem lehet tartani. A falakat végül eltávolították, de a vádlottak így is csak egy plexipanelen keresztül válaszolhatnak a kérdésekre. A mai tárgyaláson az esküdtszék tagjait választják ki.
A várhatóan nyárig elhúzódó tárgyalássorozaton mintegy 1000 tanú és az áldozatok hozzátartozói fognak részt venni. Az ítélet meghozataláig pedig legalább 370 szakértőt és tanút fognak meghallgatni. Pótyautasok szöktek a Kanári-szigetekre Nigériából egy nagy óceánjáró hajó kormánylapátján. A 11 napos út után kórházba vitték őket, várhatóan kitoloncolják majd őket. Közben a La Manche csatornán egyetlen nap alatt legkevesebb 100-an indultak útnak. 61 embert a francia hatóságok megállítottak. Minden eddiginél több, mint egy 40 ezer migráns érkezett idén Angliába. A hajó kormánylapátján ültek a potyautasok, amikor a hatóságok észrevették őket a Kanári-szigetek partjainál. 11 napot töltöttek a háborgó tenger közvetlen közelében. A három férfi több mint 5000 kilométert utazott a talpalacnyi felületen. Rögtön kórházba szállították őket, ugyanis súlyosan kiszáradtak, és testhőmérsékletük is kritikus szintre süllyedt. Csak tengervizet tudtak inni a hosszú úton. Már a dokkon ellátták őket, azonban mindhármuk kórházi ellátásra szorult, mondta a Vöröskereszt munkatársa. A több mint 180 méter hosszú hajó vegyi anyagokat szállított. A hatóságok szerint szerencséje volt a migránsoknak, hogy nem pakolták meg jobban a hajót, ha ugyanis nagyobb súlyt cipelt volna, a lapát a víz alá süllyedt volna. A három férfivel együtt idén már mintegy 15 ezer illegális bevándorló érkezett Gran Canaria szigetére. A potyautasok azonban nem kerülik el a kitoloncolást. A spanyol törvények szerint a hajót üzemeltető vállalat felelőssége visszajuttatni őket Nigériába. 61 migránst vettek a fedélzetre a francia parti őrök a La Manche csatornán. Ez volt a legnagyobb ilyen akciójuk az utóbbi időkben. Az egyik migráns elmondta, többségük Afganisztánból, Iránból és Pakisztánból indult a kontinens nyugati peremére. Csak kevesen múlott, hogy elérjék céljukat. Mindössze egyetlen tengeri mérföldre közelítették meg a brit partokat, amikor a francia hatóságok rájuk találtak. A Calaishoz közeli egyik tengerparti város polgármestere azt mondta, az embercsempészek új módszerekkel próbálkoznak. Egyre nagyobb lendületet vesz az embercsempész bandák aktivitása. Az az új módszerük, hogy taxihajókkal érkeznek. Nem kötnek ki a parton, hanem a bevándorlóknak kell beszaladni a tengerbe, s onnan a fedélzetre kapaszkodni. Így próbálják csökkenteni a lebukás kockázatát, mondta a polgármester. Csak nem 50 határsértőt sikerült a francia hatóságoknak feltartóztatniuk kedden, ám legkevesebb 100 migránsnak sikerült útnak indulni a brit partok felé. Holott alig több mint két hete kötötte meg a brit és a francia kormány az új migrációs megállapodást, aminek értelmében újabb 70 millió eurót különítettek el a La Manche csatorna védelmére. Idén már több mint 40 ezer illegális bevándorló kelt át a La Manche csatornán, mi alatt tavaly egész évben nem érte el számuk a 30 ezret. 2020-ban még csak 8 ezren, 2019-ben és 2018-ban pedig alig néhány százan voltak. Túlnyomó többségük albán nemzetiségű, de nagy számban vannak köztük afgánok, irániak, irakiak és szíriaiak. A bevándorlók között október eleje óta 45 diftériás, vagyis torokgyíkos beteget találtak. A fertőző betegség védőoltással megelőzhető. Magyarországon és szerte Európában a 30-as, 40-es évek óta kötelező a diftéria elleni védőoltás, aminek hála a betegség gyakorlatilag eltűnt a kontinensről. Eredményes lehet egy kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés Kínával, erről beszélt Szijjártó Péter a NATO mai külügyminiszteri tanácskozásáról beszámolva Bukarestben. Hozzátette, Magyarország semmilyen törekvést nem támogat, amely az európai és a kínai gazdaság szétválasztására irányul. Mi azt gondoljuk, hogy a szankciók már éppen elég bajt okoztak az európai gazdaságnak. A Kínával való észszerű együttműködés ellehetetlenítése az újabb nagy károkat okozna a nyugati, azon belül európai gazdaságoknak, és a jelenlegi helyzetben erre egyáltalán nincsen szükség, sőt ezt el kell kerülni. Tehát a NATO nem válhat egy Kína ellenes tömbé, és a nyugati, valamint a kínai gazdaság együttműködésének ellehetetlenítését vagy szétválasztását sem támogatjuk.
Még most vasárnap is működött az amerikai pénzeket a baloldalnak juttató Action for Democracy támogatást gyűjtő oldala. Erről beszélt Rákai Filip a TV2 reggeli műsorában. A média szakember azt mondta, próbaképpen egy kollégája 5 dollárt elutalt, és a támogatók számlálója váltott is 11-ről 12-re. Rákai Filip a hétvégén mutatott be bizonyítékot arról, hogy a baloldalhoz érkező több mint 3 milliárd forintnyi guruló dollárt addig mindössze 11 támogató dobta össze. Az Action for Democracy szerint azonban máshol is lehetett utalni, de az egyelőre nem derült ki, hogy pontosan hol. 10 000 számra mikroadományokon keresztül támogatták a baloldalt. Ezt állítják folyamatosan. 10 000 számra. A megafonos Rákai Filip egy hétvégi videószeállításban leplezte le a baloldal választási kampány finanszírozását. Kiderült ugyanis, hogy a hivatalos adománygyűjtő felületük szerint mindössze 11 személy adta össze az Action for Democracy által a magyar számlákra utalt 3 milliárd forintot. Az adománygyűjtő felületükön bekapcsolva hagyták az adományszámlálót. Na nézzük csak, hányan adtak. 11-en. Nem 10 000-ek, hanem összesen 11. Ennyi adomány érkezett. 11. Az is egyértelművé vált, hogy az adakozóknak nem kellett megadni az útlevélszámukat a felajánlások befizetéséhez. Korányi Dávid, Karácsony Gergely főpolgármester bukott város diplomáciai főtanácsadója a Telexnek hétfőn azzal magyarázta a hiányosságot, hogy az útlevélszámot kérő donáció csak a honlap egy régebbi verzióján működött. 11 adományozónál pedig szerinte jóval több volt, de voltak, akik a banki átutalást választották, ezért nem jelentek meg az internetes felületen. Folyamatosan hazudnak. Nem képernyőfotó volt a hétvégi videóban, cáfolta az AFD vezetőinek magyarázkodását Rákai Filip. A média szakember a TV2 stúdiójában kedreggel azt mondta, még most vasárnap is működött az NGO pénzgyűjtő honlapja, azon keresztül ugyanis az egyik kollégája próbautalást hajtott végre. A videó szombaton készült, és Filip Dávid kollégám még vasárnap is el tudta érni ezt a honlapot, és 5 dollárt utalt a saját nevében, illetve Gipsz Jakabot nevezte meg, az 5 dollár bement az Action for Democracy oldalára, és a számláló érdekes módon vasárnap 11 adományozóról 12-re váltott. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. Én kizárólag az LMP költéseit tudom kommentálni, és azokért tudok felelősséget vállalni. A baloldali pártvezetők kezdetektől fogva tagadják, hogy tudtak volna a külföldi kampánypénzekről. Köztük vezetőjük Gyurcsány Ferenc DK elnök is. De hárított az ügyben felesége, a magát árnyék miniszterelnöknek nevező Dobrev Klára is, akit újságírók faggattak az ügyben Brüsszelben. Kapott a DK pénzt a Markizaj Péter által is elismert Amerikából érkezett pénzekből? Kérdezzenek az oktatásról. A teljes dollárbaloldalt vizsgálja az állami számvevőszék a gyanús kampánypénzek miatt, számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap a szervezet közleményét idézve kiemeli, az ÁSZ azon pénzeszközök esetleges kampánycélú felhasználását, annak körülményeit kívánja tisztázni, amelyet a Mindenki Magyarországa mozgalom külföldi szervezettől kapott. A szankciók megszavazását és a drágább nyugati olajvásárlását ígérte meg a baloldal a guruló dollárokért cserébe, ezt írja az Origo. A portál szerint ezt Márki-Zay Péter néhány napja nyíltan elismerte. Az Origo arra is emlékeztet, hogy a megismert több mint 1,8 milliárd forintból 1,4 milliárdot utaltak tovább Bajnai Gordonéknak. Azóta pedig kiderült, hogy ezen felül további milliárdok is érkeztek a baloldalhoz. A dollár baloldal egyre többet hazudik a guruló dollárok ügyében, jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István azt mondta, először csak néhány 100 millió forintos támogatásról beszéltek, majd 1,8 milliárdról. A titkosszolgálati jelentésből azonban kiderült, hogy a Soros Györgyhöz köthető Action for Democracy-tól 3 milliárd forint érkezett. Hozzátette, ez hatalmas összeg, amivel ideje lenne elszámolni a Gyurcsány Ferenc vezette baloldalnak. A dollár baloldal több mint háromszor annyi pénzt kapott külföldről, mint amennyi a maximálisan igénybe vehető állami támogatás összege. Azaz a dollár baloldal kampány finanszírozásának nagy része az külföldről származik. Ilyen az elmúlt 30 évben nem fordult elő, ezért ez a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb botránya. És éppen ezért itt az ideje, hogy a dollár baloldal vezetése élén Gyurcsány Ferenccel végre elmondják, hogy kitől kapták ezt a temérdek pénzt, és akitől kapták,
az mit kért ezért a pénzért cserébe. 560 nehéz sorsú gyermek nézhette meg kedden este a diótörő előadást a RAM színházban. A darabot a Sárközi Gyula Társulat adta elő. A keddi bemutatón a gondoskodás politikáért felelős államtitkár elmondta, az adventi időszakban különösen fontosak az ilyen programok. Fülöp Attila hozzátette, a kormány állandó ösztöndíjjal is segíti a nehéz sorsú gyermekeket. Ikonikus jelmezek, lélegzettel állító díszlet és az ámuló közönség. Az advent és a karácsonyi készülődés sokaknál elképzelhetetlen Csajkovszki Diótörő című előadása nélkül. A darabot egyre több színházban tűzik műsorra a karácsonyhoz közeledve. Így a budapesti RAM színházban is, ahol a keddi bemutatón 560 nehéz sorsú gyerek nézhette meg a darabot, a Sárközi Gyula Társulat és a Madács Táncművészeti Iskola közös előadásában. Úgy érzem, hogy a diótörő az mindenkinek az álma, hogy azt láthassa az összes gyerek, és úgy érzem, hogy ebben mi tudtunk segíteni azzal, hogy felajánlottuk a belügyminisztériumnak azt, hogy azok a hátrányos helyzetű gyerekek, akiknek nincs erre lehetőség, azok megnézhessék ezt az előadást. Van körülöttünk egy közösség, van valaki, aki támogat. A keddi bemutató előtt a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára elmondta, az ilyen események a hátrányos helyzetben élőknek is járnak. Fülöp Attila hozzátette, a programok mellett az állandó támogatás sem marad el. Folytatódik az útra való ösztöndíj program, ebben közel 10 000 gyermek és fiatal kap ösztöndíjra lehetőséget ebben a tanévben is, visszamenőleg szeptemberig, alapvetően középiskolai végzés, középiskola elvégzése, szakma szerzése, vagy éppen diploma megszerzése érdekében. Erre a magyar állam 2,5 milliárd forintot biztosít, azért, mert a kormány elkötelezett abban, hogyha valaki nehéz helyzetből is jön, de segíteni tudjuk a tanulását, segíteni tudjuk a szakmához való jutását. Az államtitkár kiemelte, a kormány az adventi időszakban is kiemelten támogatja a nehéz sorsú gyerekeket. Ahogy már korábban mondtuk a híradóban, az Európai Bizottság támogatja a járvány utáni gazdasági helyreállítás segítő uniós források lehívását lehetővé tevő magyar terv elfogadását. Ezt nagyjából negyed órája jelentették be Brüsszelben. A döntés 5,8 milliárd euró, vagyis mintegy 2300 milliárd forint visszanemtérítendő támogatás felhasználását teszi lehetővé Magyarország számára. Amint további részletek kiderülnek, azonnal mondjuk itt az M1-en. Ez volt a híradó déltől, további híreinket megtalálják a weboldalunkon a híradó.hu-n. Már is jön a Nemzeti Sporthíradó, Csanádi Kristóf várja majd Önöket.